gyerünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Bizottság, tisztelt Elnök úr! Legelőször is
azzal a megállapításával szállunk vitába, amit a soros tervről mondott, hogy nem működik. Itt ebben a bizottságban előtt is több alkalommal bizonyítottuk, több alkalommal tárgyalt a bizottság a soros terv kérdését, és ugyanúgy, mint a nemzeti konzultációval résztvevő több mint 2.300.000 magyar ember, aki úgy érzékelte, hogy létezik ez a soros terv, le tudtuk bizonyítani, hogy igenis ez létezik. Tehát ezzel kapcsolatban szántalom elnök úr szavait, és a magam részéről mindig megtiszteltetésnek tartottam, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén részt vehetek, munkatársainkkal együtt tájékoztatást adhatunk akár aktuális nemzetbiztonsági ügyekről, akár azokról a kérdésekről, amelyeket a Nemzetbiztonsági Bizottság megfogalmazott a belügyminisztérium felé. Ami pedig a elnök úr kérdését illeti, én nyílt ülésre tennék javaslatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor nyilvános ülésre fogjuk megkezdeni, és jelzik majd nyilván a jelenlévők, hogyha bármilyen információt kívánnak elmondani, ami esetleg a helyettes államtitkáról szóval, hogy talán támasztaná ki valamit, hogy a titkos eljárásra tett utalásra. Akkor a napirendű szavazásra érkeztünk. Alelnök úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy azon a vonalon maradtam, hogy ha itt a soros tervről van szó, amit valaki megkérdőjelez, a soros hálózatról vannak információink, és itt a titkosszolgálatok ülnek. Tiszteltek, köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy vállalták a mai ülésre való felkészülést. Nem egy szokásos dolog ez, hiszen nincs parlamenti ülésszak, viszont kampány van, és én ennek tulajdonítom be az elnök úrnak a szavait is. De egy olyan helyzetben, ahol azok vannak jelen az ülésen, akik a Soros György meghatározó szervezeteiben vállaltak még civil életükben is munkát. Ráadásul migránsokkal foglalkozó szervezetben. Ráadásul olyan szervezetben, amelynek az egyik vezetője különben gondolja a migránsokat a magyar embereknél. Az egész eddigi politikai munkásságuk, véleményük, cselekedetük, az mind-mind arról szólt, hogy a soros terv végrehajtását Magyarországon el tudják érni. Itt a Nemzetbiztonsági Bizottságban minden olyan jellegű információ, minden olyan jellegű megbeszélés, minden olyan jellegű terv, amely a magyar kormány és a magyar kormánynak az álláspontját tükrözi a magyar emberek biztonsága, Európa megvédése érdekében, az mind-mind nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Tehát ha Szél Bernadett nevezzük nevén a dolgokat, Szél Bernadett jelen van ezen az ülésen, akkor az ő személye és az ő pártja, az ő álláspontja az nemzetbiztonsági kockázat abban a tekintetben, hogyha a soros hálózatokról esik szó. Ezt világosá tettük, hogy mi egy ilyen nemzetbiztonsági bizottsági ülést soha nem fogunk támogatni. Tehát ezt szeretném bejelenteni, hogy mivel egyébként nem teljesen világosan, tehát ugye megy ez a kamuzás, amihez hozzászoktunk az elmúlt időszakban az ellenzék részéről, de mégiscsak itt erről szól ma a fáma, ezért próbálták ide citálni Magyarország miniszterelnökét, hogy mindannyian a soros terve elleni fellépést próbálják meghiúsítani, próbálják meghiúsítani annak a 2.300.000 embernek az akaratát, aki legutóbb a nemzeti konzultáción foglalt ebben szemben állást, próbálják meghiúsítani a 2016. október 2-ai népszavazáson több mint 3.400.000 embernek az egyértelmű akaratát, és nyilván azt, hogy Magyarország a nemzetközi szerződésekből foglalt kötelezettségeit, egyrészt Európa, másrészt pedig a magyar emberek biztonság érdekében érvényesítse. Ha úgy tetszik, arra szól a fáma, hogy itt az összes lehetőség, amit föl fognak vonulni, az arra szól, hogy le kell voltani a kerítést, be kell engedni ide évente 1,5 millió migráns, őket el kell látni megfelelő pénzzel, és el kell érni azt, hogy Magyarországon kevert lakosságú népesség jöjjön létre, Magyarország bevándorló ország legyen.
Nagyjából ez a konstelláció, mi ezt nem engedhetjük meg, ezt óriási nemzetbiztonsági kockázatnak tartjuk, és épp ezért mindaddig, amíg szélbeállat jelen van ezen az ülésen, mindaddig, amíg lehetőség van arra, hogy akár egyenesen is informálassák azokat, akik a soros terv végrehajtásán dolgoznak, magyarul és kiemelten Soros Györgyöt, addig önjárunk hozzá ahhoz, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság bizottságként dolgozhasson, és ezért most mi felállunk és elmegyünk a Nemzetbiztonsági Bizottság bizottságnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, csak ami elnök úr hallja szavaimat, de nyilvános üléseket javaslatot államtitkár úr azon az ülésen, nem csak Bernadett, hanem mindenki elemehet, a sajtóképviselő is. Én tisztelettel kérném, hogy maradjanak itt a sajtóképviselő, hiszen lesz még mondani valónk. Birkóczi képviselő jelentkezett, amíg a napirendi szavazás nem történik meg, addig ez zajlik, ez a bizottságülés előkészítése. Nyilván, amikor fölteszem szavazásra, akkor véget fog érni, hiszen nem leszünk határozott képesek. Karancsony képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy a Fidesz-KDNP frakció vagy a bizottsági delegáltak kimentek a teremből, hiszen nekik szólt volna. De akkor államtitkár úron keresztül szeretném megüzenni a Fidesz-KDNP-nek és különösen alelnök úrnak, hogy mielőtt a Nemzetbiztonsági Bizottságból ilyen óvodát csinálnak, azért fölhívnám a figyelmet, és gondolom az Alkotmányvédelmi Hivatal meg tud ebben erősíteni, hogyha akár Szél Bernadettről, akár rólam, akár elnök úrról, vagy bármilyen pártállástól független képviselőről van szó, azért nincs olyan nemzetbiztonsági átvilágítás, hogy egy bizonyos területet nem érint. Tehát, hogyha Szél Bernadett, nem tudom, bármilyen tekintetben soros, vagy párhuzamos, vagy akármilyen tekintetben nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, akkor nyilván nem ment volna át az átvilágításon. Ezt vélelmezem az Alkotmányvédelmi Hivatal meg tudja erősíteni. Ha pedig nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, akkor azt a neoprimitív érvelést, amit Németh Szilárd előadott az imént, azt legyenek kedvesek tolmácsolni, hogy fejezzük le. Tehát ennek a bizottságnak ebben a formában így tényleg nincs értelme. A soros terv léte, nem léte, én azt gondolom, mindennél beszédesebb január 17-e Pintér Sándor belügyminiszter úr szavai, aki számtalan szerintem itt jelenlévő kamera előtt azt mondta, hogy a belügyminiszternek nincs tudomása arról, hogy Soros György illegális bevándorlást, szervező tevékenységet folytatna. Ezt a belügyminiszter mondta január 17-én. Innentől kezdve tényleg el kellene dönteni, hogy akarunk komolyan bármilyen szinten foglalkozni egy létező, valós, nagyon komoly problémával, ami a bevándorlást érinti, vagy folytatjuk ezt a politikai bóhózatot, de az, amit itt Németh Szilárd előadott, én azt gondolom, hogy államtitkár úrnak is voltak kellemetlen pillanatai itt, mert lényegében az Alkotmányvédelmi Hivatalt hiteltelenítette. Németh Szilárd nemes egyszerűséggel azt állította, én lefordítom, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal trehányul végezte a munkáját, és Szél Bernadett képviselőtársam átvilágításakor nem vett észre, vagy nem vett figyelembe egy nemzetbiztonsági kockázatot, mert olyan átvilágítás a világon nincs, hogy egyébként képviselő asszony minden Nemzetbiztonsági Bizottság ülése részt vehet, kivéve. Hát ez milyen átvilágítás? Ha pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal, és én erre gondolok, nagyon is alaposan végezte a munkáját, és megfelelően átvilágította az összes bizottsági tagot, abban a pillanatban most kijelenthető, hogy Németh Szilárd hazudik. Államtitkár úr, ezt kellene rendbe tenni, ha én rendben van, ahogy kampány van, de ez, amit itt hallottunk néhány percben, ez minden határon túlna. És tovább megyek, ha most Lezsák képviselő úrra mondta volna Németh Szilárd, akkor én ugyanezt mondanám. Mert ilyen a világon nincs, hogy egy bizottsági tagot, teljesen mindegy, hogy kipécézünk, és akkor azt mondjuk, hogy hűha, hát ő egy óriási nagy kockázat. Hát hogy? És lenne számos kérdésem nyilván itt a főigazgató asszonyhoz, nagyon örülök, hogy itt van, de vélelmezem, a bizottság ülései nem kerül sor. Én azt gondolom, hogyha a Fidesz-KDNP, a kormánypártok úgy gondolják, hogy tényleg igazuk van, és tényleg minden, amiről az elmúlt három év propagandája szólt, megfelelően szakmailag alátámasztható, akkor nem elmenekülnek, nem ilyen ostoba kifogásokat keresnek, hanem beleállnak a vitába.
csak ma, hanem jövő hét kedden is, de hát pontosan látjuk, hogy miről szól a történet. Államtitkár úr, tényleg ez önöknek kellemetlen. Hogyha igazuk lenne, akkor miért nem maradnak itt, miért nem szednek szét minket szakmai észérvekkel, politikai érvekkel, bárhogy, de ez annyira bőlesz kategória már, hogy nagyon nehéz, amit mondani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, bődösen meg fogom állapítani a határozott képtelenséget. Két kérdésem lenne tisztelettel. Meg fogom adni Szél Bernadettnek a szót egyrészt, mint érintett másrészt a napirendi szavazás előtt. Azt követően a Fidesz-KDNP nem történik csoda és nem jön vissza a terembe, akkor nyilvánvalóan határozott képtelen az ülés. Én azt kérem a sajtómunkatársait, hogy maradjanak attól függetlenül a teremben, hiszen lesz olyan mondani való, ami ezzel az ügyel kapcsolatosan közérdeklődésre fog számot tartani. Képviselőasszony, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Én ehhez a bókozathoz, amit a Fidesz itt előad, nem kívánok hozzászólni, viszont de fontos tény valami, hogy szeretném fölhívni a tisztelt bizottságok a figyelmét. Abban az esetben, hogyha nem határozatképes az ülés, de a szolgálatok és vagy a belügyminisztérium jelen vannak, akkor is tájékoztatási kötelezettsége van az érintett szerveknek. Tehát, hogyha meghirdetett napirend van, hiába vonul ki a Fidesz, meg a KDNP, abban az esetben is működőképes a bizottság. Szavazni nem tudunk, ez tény, viszont a bizottságülést tudunk tartani. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy tartsa ehhez magát, és Fidesznek a sajnálatos és nagyon felelőtlen viselkedését ilyen módon zárójelbe téve folytassuk a munkánkat, dolgozunk tovább, ez a kötelességünk. Köszönöm szépen, én szeretném ezt tisztába tenni, és akkor megadom államtitkárnak a szót. Természetesen, ha elfogadott napirend van, akkor azt követően önmagában, hogy a Fidesz-KDNP képviselői kivonulnak és gyalázatosan viselkednek, az lehetővé teszi, hogy tanácskozást tartsunk. Figyelemre arra, hogy nincs elfogadott napirend, és nem tud megkezdődni a bizottságülés, sajnálatosan erre nincs mód, de természetesen amennyiben bizottságülés keretén kívül válaszolnak a kérdéseinket a jelenlévő, akár politikusok, kormánypárti politikusok, akár állami vezetők, ennek megvan a lehetősége. Arról a gyalázatról később fogok beszélni, ami most történt, amiről Mirkóczi képviselő úr beszélt, és amit Szél Bernadett is szóba hozott, de jogszabályi rendelkezések alapján, mivel nincsen elfogadott napirend, így még tanácskozásban sem tudunk átmenni, ami különösen felháborító, viszont a Fidesz-KDNP még ahhoz sem járult hozzá, hogy elkezdődjön a bizottságülés, ahhoz sem járult hozzá, hogy nyílt ülésen beszélhessünk olyan kérdésről, ahol tulajdonképpen bárki elhet, nem is Szél Bernadett, akinek van érvényes nemzetbiztonsági átvilágítása, hanem nyílt ülésen tulajdonképpen bárki elhet. Ezért ez a gyalázat, ez a demokrácia és a magyar parlamentarizmus elleni újabb brutális támadás, de erről később szó lesz. Parancsoljon, államtitkár úr! Tisztelt bizottság, tisztelt elnök úr! Szeretném fölhívni a tisztelt bizottság figyelmét, illetve emlékeztetni arra, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 195. 125. törvény azt mondja ki, hogy a parlamenti ellenőrzés joga a nemzetbiztonsági bizottságok mint testületet illeti meg, és ezt határozott képesen tudja gyakorolni. Erre tekintettel a belügyminisztérium, illetve a szolgálatok vezetői ehhez a törvényes előíráshoz tartják magukat, amennyiben határozott képes lesz a bizottságülés, akkor ugyanúgy, mint eddig állunk a bizottság rendelkezésre. Köszönjük szépen! Tisztelt bizottság, akkor megállapítom, hogy a jegyzőkönyv tanúsága szerint jelen pillanatban 3 képviselő van jelen. Nem tudom a napirendi szavazást elkezdeni. Képviselőasszony, parancsoljon. Jó, az esetben viszont szeretném, hogy rögzítenek a jegyzőkönyvben, hogy a Fidesz-KDNP gyakorlatilag megkapcsolta a nemzetbiztonsági működését, ez történt. Köszönöm szépen, kérem a sajtóképviselőt, hogy maradjanak itt. Talán szokásoktól eltérően lehetőség lesz arra, hogy itt én itt szeretném elmondani az ügyel kapcsolatos véleményemet, és itt szeretném bemutatni önöknek majd egy pontos javaslatot. Én államtitkáról sajnálattal veszem tudomásul ezt a döntést. Ugye ő politikus is, nem csak állami vezető, csak szolgálatvezető. Természetesen ezért nem is személyesen, de az ön pártját a magyar választók politikai felelősség szempontjából értékelni fogják április 8-án. Én az állami vezetőknek köszönöm, hogy eljöttek, és én bízom benne, hogy ezt szeretnék volna mondani, hogy mi az igazság azzal kapcsolatosan, ami hosszú ideje tematizálja a magyar közvéleményt. Államtitkár úr, nem tudok arra ígéretet tenni, hogy nem lesz újabb meghívó, és nem kísérjük meg ezt a bizottságülést újra, hiszen nyitva vannak kérdések. Tudom, hogy ön akkor eljön, ha határozatképes a bizottságülés, nem is önnek szól elsősorban, de természetesen az ügy nincsen lezárva. Köszönöm szépen, viszontlátás! Viszontlátás! Én a sajtóképviselőhöz fordulnék nagy tisztelettel. Meg fogom várni, amíg távoznak az urak. Jó vágyunk kép. Így fogunk távozni a kormány április 8-án. Tehát ezt
hasonlat, mint a Ebben ne reménykedjen elnök úr! Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozathirtelenség miatt, így ez KDMZ képviselő kivonulása miatt véget ért. Megvárom, amit tudnak figyelni. Azt gondolom, hogy azért volt helyes az, hogy nyilvános ülésre tettünk kísérletet, hogy minnyáján láthatták, hogy milyen színjáték zajlik. Láthatták azt, hogy a Fidesz-KDNP milyen brutális támadást intézett a magyar közélet a választópolgárok ellen, és nem csak a Nemzetbiztonsági Bizottsággal szemben, hanem minden magyar választópolgárral, sőt az egész Európai Unióval szemben. Más szempontból láthatták azt az abszurditást és ellenmondást, ami arról szólt, hogy Szél Bernadett képviselőasszonyt személyben úgy támadták meg, hogy lehetetlen javaslatot tettek, hiszen nyilvános ülésről való távozásra felszólítani valakit, az teljesen ellentmond mindenféle logikának, mindenféle törvénynek, nem minthogyha az átülésről kizárható lett volna képviselő, szóval szeretném leghatározottabban elmondani, most többször elmondtam, hogy amíg én ebben a székben ülök, bár április 8-ig voltán a magyar törvények alapján ez kizárható lesz, hiszen a kormányváltás van, hogy valamelyik jelenlegi politikus, kormánypárti politikusnak lehetősége ezt majd bebizonyítani, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságot tudják demokrata módon vezetni. De addig Szél Bernadettnek nem csak lehetősége, hanem szinte kötelessége itt lenni ebben a teremben, és részt venni a bizottság ülésén. Az, hogy a nyilvános ülés keretei között nem csak az úgynevezett soros terv kérdését, hanem a magyar közéletet tematizáló, és nyilvánvalóan a hazugságjá részét képező ügyet sem tárgyalhattuk, az úgynevezett 1300-at, vagy még többet, ez egy újabb brutális támadás volt a teljes magyar közélet ellen, nem csak a soros tervről való hazudozás, hanem az ebben való ködösítés, mellébeszélés. Természetesen személyesen az a célom, hogy ez a cirkusz érjen véget még a kampány kezdete előtt, hogy a februári kampány az már arról szóljon, hogy ki milyen jövőképet kíván ennek az országnak adni, ki hogyan gondolkozik az ország sorsáról, az alapvető társadalmi kérdésekről, és ne az úgynevezett nem létező soros tervről kelljen vitatkozni. A hiányzó láncszem Magyarország miniszterelnöke lett volna, ha eljön és magával hozza a nyilvánvalóan nem létező soros aktát, hiszen most már meg kell állapítsam, ez a bizonyítási kísérlet sikertelen lett, és azért lett sikertelen, mert nincsenek bizonyítékok, azaz, ahogy boszorkányok, úgy soros terv sincsen. Ezt a hiányzó láncszemet egy módon elpótolni. Természetesen még parlamenti ülésszak kezdet előtt egyszer meg fogom kísérelni, hiszen egy lehetőség még a miniszterelnöknek is jár, na nem azért, hogy újra vezesse az országot, hanem azért, hogy abban a székben, ahol kontrát államtitkár őt oda leülhessen. Lesz még erre egy kísérlet. Azonban elkerülhetetlenek tartom, és nem látok más megoldást ennek az ügynek a gyors lezárására. Semmilyen más megoldást nem látok, mint személyesen, itt és most levélben, nem máshoz, mint az ügy legérintettebb szereplőjéhez, az a Soros Györgyhöz fordulok. Alá fogom írni önök előtt rögtön azt a levelet, amivel megkeresem, és tisztelettel arra kérem, hogy bár olvastam a médiában megjelent cáfolatokat, azonban figyelemmel arra, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság lassan két éve nem tud elszakadni ettől a kérdéstől. És nem tud a magyar közélet sem világosan látni ebben, bár a mai események sokat segítettek abban. Én arra kérem Soros Györgyöt, hogy levélben tájékoztasson azzal kapcsolatosan, amit itt a kormánypárti politikusok hazugságjára állított a 2,3 millió ember nemzeti konzultáción való részvételéről, azokról az álkérdésekről és nyilvánvalóan hazugkérdésekről, amelyeket ott föltettek, és hogyha erre a levélre választ kapunk, azt nem csak a Nemzetbiztonsági Bizottság fogja kapni, hanem a teljes magyar közélet, és akkor valóban február közepétől nem lehet előhozakodni ezzel a szánalmas mellébeszéléssel, ezzel a hazugságjáról, a soros tervről és minden más ilyen kérdésről. Nagyon bízom benne, hogy Soros úr, akit én személyesen nem ismerek, és én nem tartoztam azok közé, akik részt vettek az ő ösztöndíjas képzésén ellentétben kormánypárti politikusokkal, igazi demokrata, és ha sok mindenben nem is értünk egyet, mondom én ezt magam nevében és a Magyar Szocialista Párt nevében is, de abban, hogy egy igazi demokratával állunk szemben, ezért bízom benne, hogy tájékoztatni fog minket arról, és lehetőséget biztosít arra, hogy a következő hónapok azok valóban az igazi kérdésekről szóljanak, és nem erről a botrányos hazugságjáról, erről a mellébeszélésről, figyelemelterelésről, amit kormánypárti politikusok és a teljes kormánypárti média tesz ebben a kérdésben. Ezért itt van előttem egy levél, itt van előttem egy boríték, Soros Györgynek címezve, és itt van előttem egy levél, amelyben tisztelettel megkeresem és arra kérem,
minél hamarabb adjon választ erre a kérdésre. Ez lehet az utolsó láncszem, ami a helyére kerül, és onnantól fogva én arra kérem sajtóképviselőt, hogy önök is tekintsék majd ezáltal ezt a kérdést, és ne járuljanak hozzá ahhoz a figyelemelteréshez és hazugságjához, amit a kormánypárti politikusok kívánnak folytatni a következő hónapokban. Ezért most aláírom itt ezt a levelet. Megtörtént. Tulajdon önnek átadom, és kérem, hogy tegye meg, hogy hivatalos úton jutassa el. És abban bízom, hogy rövidesen egy új korszak kezdődik februárban a magyar közéletben, ahol a tiszta világos beszédé lesz a szó. Véget ér ez az elmúlt két éves álomfutás, és áprilistól valóban egy új korszak kezdődik, ahol az első karácsony kormány rendbe fogja tenni az ország dolgait, visszavezeti Magyarországot az európai jogállamok sorába. A Nemzetbiztonsági Bizottság vezetése mostani kormánypártok kezébe kerülhet, ennek is lehet nemzetbiztonsági kockázata, de törvényesen azért így kell tenni. És április 8-a után egy új Magyarország, egy új hajnal fog hasadni, ami alapján a magyar közélet nem ilyen rettenetes átpolitizálás hazugságjára alapján fog működni, hanem valóban a tiszta beszédnek lesz itt az ideje. Én köszönöm szépen, hogy engem meghallgattak, és képviselőasszony is jelezte, hogy kíván szólni. Utána a képviselő úr is. Igen, én szeretnék egy kicsit visszatérni itt a pragmatizmusnak a talajára, mert a helyzet az az, hogy ez így nem maradhat elnök úr, tehát lehet írni Soros Györgynek, meg nem tudom kicsodának, de alapvetően itt a Magyarországi Egyes Nemzetbiztonsági Bizottságát megkulcsolta a Fidesz-KDNP, tehát ez egy olyan helyzet, amire azt gondolom, hogy például Kövér Lászlónak kellene, hogy legyen egy határozott véleménye, úgyhogy én azt javaslom, hogy a bizottságnak azok a tagjai, akik ezt fontosan tartják, én mindenképpen annak tartom, forduljanak a házelnökhöz, hogy mi a véleménye erről a helyzetről, amit a Fidesz-KDNP terül idézett. Szeretném tudni, hogy Kövér László, aki felelősebben a kérdésben, ő mit gondol, írásban javaslom, hogy megkeresni, és írásban kérjük a választ a házelnöktől. És azt is gondolom, hogy aki ugye jogában nem az igazságügyi bizottsághoz fordulni, szeretném ezt is megtenni, hogy az igazságügyi bizottság is véleményezze ezt a helyzetet. Nyilván nincsenek illúzióim Kövér Lászlóval kapcsolatban, és az igazságügyi bizottsággal kapcsolatban sem, viszont ez egy olyan helyzet, amivel még nem szembesültünk, és én is gondoltam volna, hogy szembesülni fogunk, hogy az országgyűlés legfontosabb bizottságának a működését gyakorlatilag elérhetetlenítik a kormánypártok. Nagyon kérem a képviselőtársaimat, akik itt vannak, hogy akár egy közös levélben tegyük meg ezt a lépést. Ez egy olyan extrém helyzet, ami teljesen hathatatlan. Köszönöm szépen, megadom természetesen Mirkóczi képviselőnek szót, nem mintha már bizottságülés idején biztosítom képviselőasszonyt, hogy támogatom ezt a levelet, de a sikerével kapcsolatosan osztom az ön álláspontját, illúzióim nekem sincsenek. Képviselő parancsnok. Köszönöm szépen, és természetesen egyetértek a házelnök úrhoz való fordulással, de ugyanakkor illúzió persze, hogy nincs, hiszen gondoljunk csak bele, hogy a házelnöknek az az alapvető feladata, hogy biztosítsa annak feltételét, hogy mind a bizottságok, mind pedig a parlament ülésnapjai megfelelő módon működni tudjanak. Ehhez képest tegnap éppen Kövér László volt az, aki szándékosan lehetetlen helyzetet teremtett azzal, hogy a 8 variáció, vagy a 8 lehetséges naptári nap közül sikerült azt az egyet kijelölnie, amikor Orbán Viktor fizikailag nem tud jelen lenni. No, mindegy, zárójel bezárva, én egy másik javaslatot tennék, szintén a pragmatizmus talaján maradva. Én most elugaszkodnék ettől a soros kérdéstől. Én fontosabbnak tartom, hogy a Fidesz 3 évnyi sok milliárdot felemésztő propaganda után nagyon egyértelmű választ itt a titkos befogadás, és azért mondom idézőjelben a titkost, mert Altusz Kristóf államtitkárul fogalmazott így. Én arra teszek javaslatot, nem tudom a munkatervünkben mikor lenne a következő Nemzetbiztonsági Bizottsági Ülés, viszont két sajtótájékoztató miatt én szeretném, hogyha behívnánk ide a bizottság elé mind Altusz Kristófot, akit azóta úgy bújtat a kormány, ahogy csak tud. A másik pedig Pintér Sándor legyen, aki ugye elismerte, hogy nincs arról tudomása a magyar belügyminiszternek, hogy Soros György bármiféle illegális bevándorlás segítő szervezkedést vagy tevékenységet folytatna. A
következő, és én arra teszek javaslatot, hogy a lehető leghamarabb időn belül, függetlenül attól, hogy megkezdődik-e a parlament ülésszaka, avagy sem, a lehető legrövidebb időn belül elnök úr kísérelje meg egy Nemzetbiztonsági Bizottsági ülést. Arra eddig nem volt példa, amikor Pintér Sándort meghívtuk, hogy ne jött volna el. Én úgy gondolom, hogy Altusz Kristóf helyettes államtitkár úr pedig elfoglaltságainak figyelembevételével is kevésbé elfoglalt, mint mondjuk Orbán Viktor miniszterelnök, és akkor legyünk jó indulatúak, hogy ma annyira elfoglalt volt, hogy nem tudott eljönni. De ők ketten szerintem kell, hogy számot adjanak itt a bizottsági ülésen, és én azt gondolom, hogy egyébként ez nyílt ülésen is megtehetik Pintér Sándor a szavai miatt, Altusz Kristóf pedig szintén a szavai miatt, ráadásul ezt ugye a sajtónak tették, amit tettek, viszont én fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést tisztázzuk, hiszen a kormány azóta is menekülés handabandázik minden tekintetben. Az oltalmazotti szót ugye az elmúlt három évben nem igazán hallottuk, az elmúlt egy hétben viszont 663 milliószor körülbelül a kormánypárti képviselők és prominensek szájából, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy tiszta vizet döntsenek a pohárba. Elnök úrra bízom, hogy mikor nekem annyira javaslatom, hogy minél hamarabb, és ezt a két szemét konkrétan hívjuk meg. Köszönöm szépen, teszek is javaslatot. A személyes véleményem az, hogy a parlamenti ülésszak kezdet előtt pontot kell tenni erre a kérdésre, akár a nem létező soros tervre, akár az 1300-ra. Ezért a képviselőtársai más javaslatot majd nem tesznek, akkor mához két hétre, ez még a parlamenti ülésszak előtt van, február 8-ára összehívom délelőtt reggel órákból a bizottságot. Ez még azért helyes időpont az álláspontom szerint, mert ezzel még a parlamenti ülésszak előtt meg tudjuk tenni azt, hogy véget érjen ez a cirkusz, a mellébeszélés, a hazugsággyel, és valóban a rövid parlamenti ülésszak már azokról szóljon, amelyek azok a kérdésekről szóljon, amelyek valós társadalmi problémák ilyen szempontból. És természetesen magam is a rendkívüli parlamenti üléssel kapcsolatosan azt az észrevételt teszem, hogy ott is meg fogjuk kísérelni annak tisztázását, hogy miért van kettős beszéd és miért van hazugság ebben a 1300-nál is több menekült vagy oltalmazott kérdésében, ahol természetesen kijelentem, hogy nem önmagában a jogszerű státusz megadása, hanem a hazugságjel az, ami vélázított. Szokatlan sajtótájékoztató volt ebben a formában ez, de azt gondolom, hogy életszerűbb a teremben tettük meg ezt, hogy mondtuk el a véleményünket. Én nagy tisztelettel meg szeretném kérdezni, hogy figyelembe, hogy ebben a teremben én szoktam a bizottság ülést vezetni, a sajtótájékoztatót ilyen formálisan vezetem. Van-e kérdés az ügyek kapcsolatban bármelyikünk köz, mert akkor itt ezt most meg tudjuk tenni, hogy természetesen egy tudomásunk szerint adnám választ. Bocsánat, én kifelé szeretném Köszönöm szépen. Akkor én kérdezem, hogy azért, hogy hatékonyak legyünk és sok mindent elmondtunk, van-e kérdés? Köszi képviselő, az vagyok magam. Parancsolj! Szia Zsolt! Hello! Tartott német Szilárd sajtótájékoztatót? Úgy a kedves nézőknek, élőben vagy. Úgy tudom, hogy sajnos nem tartott sajtótájékoztatót, de hát, ha még van esélyünk. Úgy tudom, hogy Szél Bernadett még sajtótájékoztatót fog tartani. Ezt még közvetítjük. Összefoglalod, hogy mi történt? Kicsit hátrébb mész, mert magas vagy és túl közel. Lelépek egy lépcsőfokkal. Szóval ez azt történt, hogy az ellenzék hívta össze a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését, és szeretnék volna meghallgatni a miniszterelnököt arról az 1300 menekültről, akit Altusz Kristóf bevallása szerint tavaly befogadott a kormány, de Orbán Viktor sajnos bokros teendőre hivatkozva nem tudott eljönni, és ezen kívül a bizottság tárgyalóan a soros tervről is. Viszont Németh Szilárd és a bizottság másik két fideszes tagja azt mondta, hogy ők nem hajlandóak bent lenni a bizottság ülésen abban az esetben, hogyha Szél Bernadett is jelen van. És mivel hogy jelen volt, ezért kivonultak a bizottsági ülésre, és most pedig itt vagyunk, és várjuk Szél Bernadettet, hogy értékelje ezt a helyzetet. Először úgy látom, hogy Mirkóczki Ádám a Jobbiktól fog sajtótájékoztatót tartani.
megkérdezném, hogy van-e bármilyen kérdés, mivel a bizottsági ülés nem volt érdemben, ezért nekem azon túl más mondani való, mint amilyen javaslatot megtettem Molnár Zsolt elnök úr felé nincs. Megkérdezem, hogy van-e kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy alapokán Kosan Cigergén vagyok az RTL híradótól, hogy ezzel nem érzik úgy, hogy ez az ellenzék és a kormánypártok részéről is egy színjáték, amit történik a Nemzetbiztonsági Bizottság. Vagy a mi részünkről lenne színjáték? Az önök jelöl is, igen, meg a kormánypártok részéről. Hát a kormánypártok részéről én nem színjátéknak gondolom, hanem egy szánalmas menekülésnek, hiszen az, aki három évig pénzparipát, fegyvert, vagy három éven keresztül nem sajnál egy olyan propagandára, amelyről aztán kiderül, vagy hát fokozatosan ugye egyre nagyobb hazugságspirálba keverednek a napi gyakorlattal ellentétben, és itt sok mindenre fölhívhatnám a figyelmet, azok után, hogy hadat üzennek civil szervezeteknek, Soros Györgynek, és Brüsszelen keresztül sok mindenki másnak, nagyon nehéz elfogadni azt, hogy a belügyminiszter kiáll január 17-én, és azt mondja, hogy nincs tudomása arról, annak a belügyminiszternek, aki az összes titkosszolgálatot vezeti, hogy ilyen tevékenységet végezne ez az ember, ez sokkal inkább egy menekülés, nem színjáték. A saját magam, én a többi ellenzéki képviselőtársam nevében nem nyilatkoznék, a saját magam szerepében ebben a bizottságban azt tudom mondani, hogy nem színjáték, hanem egyszerűen a házszabály adta lehetőségek keretei között elmegyek a falig. Tehát az, hogy javaslatot teszek, hogy kit hívjunk be, kit szeretnék megkérdezni, kit szeretnék szembesíteni a valós tényekkel, én azt sok mindennek nevezném, csak nem színjátéknak. Más kérdés van-e még? Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm, további szép napot. Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez az egyik legabszurdabb nap volt az elmúlt 8 évnek a történetéből. A mai napig nem egészen értem, és most ezt próbáltam végigmondolni, hogy egy nyílt ülésen, ahol ott lehet a teljes magyar és nemzetközi sajtó, bárki, állampolgár, miért én vagyok a probléma, hogy ott vagyok? Hát ennél abszurdabb helyzet nincsen, tehát ennyi erővel az a javaslat, amit a Fidesz-KDNP letett az asztalra, ez arról szólt, hogy én menjek ki az ülésről, utána tudnak beszélni az 1300 menekültről, a Soros tervről, mindenről, és utána én elolvashatom az újságokban. Tehát azt gondolom, hogy ez a helyzet önmagában mutatja ennek a szituációnak a teljes abszurditását. Viszont itt van két dolog, ami mellett nem mehetünk el. Az egyik az, hogy gyakorlatilag ilyen módon ők meg tudták kucsolni a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a működését. Én azt gondolom, hogy ez nem megengedhető. Tehát ez egy olyan nemzetbiztonsági kockázat, ami az ország számára teljes mértékben elfogadhatatlan. Nincsenek illúzióim, mint benne az ülésen is említettem, Kövér Lászlóval és a ház működésével kapcsolatban, de szeretnék egy írásos dokumentumot arról, hogy mi a véleményünk arról, amit ma történt. Én azt tudom önöknek mondani, hogy mélységesen föl vagyok ezen háborodva, mert ez a teljes felelőtlenség kategória, amit zajlik. Egy érvényes átvilágítással rendelkező országgyűlési képviselő vagyok, akit a saját frakciója delegált a Nemzetbiztonsági Bizottságba. Innentől elkezdve egy ilyen kérdésben nem nyilatkozhat Németh Szilárd, hogy ő bojkottálja az ülést, hogy én nem vagyok. Neki ebben a kérdésben nem osztottak lapot, neki ez nem feladata. Ez egy valakinek a feladata, és azt úgy hívják, hogy alkotmányvédelmi hivatal. És innentől elkezdve, hogy veszi Németh Szilárd a bátorságot ahhoz, hogy az alkotmányvédelmi hivatalnak az álláspontját felülbírálja. Ez teljes mértékben abszurd. Én megmondom őszintén, hogy döbbenettel figyelem itt a történéseket. Mindent, ami erőmből telik, meg fogok tenni annak érdekében, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság újra működőképes legyen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan bizottság, ami az országgyűlés legfontosabb bizottságaként hangsúlyos szerepet kell, hogy elásson azokban a turbulens időkben, amiket most élünk. Nem megengedhető ez a helyzet, amit kialakítottam. A másik pedig nyilván azért választották ki személyemet, mert az elmúlt években, 2014 óta vagyok a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, nagyon sok olyan kérdést feszegettem, ami számukra roppant kínos. Nem véletlen, hogy most robbant ez a bomba, őket, magukat szembesítettem azzal, hogy a Soros hálózat, a Soros terv nem létezik. Azokat, amiket ott letettek az asztalra, és amiket sajátos módon önöket nem tudok megmutatni, mert kértem a titkosítás alóli felmentését ezeknek a dokumentumoknak, tekintve, hogy internetről összerakott nyílt információkat tartalmaznak, megtagadta a TIVEK. Most innentől elkezdve én azt tudtam kérni, hogy azokat a dokumentumokat megvizsgálhassam, amik alapján ezeket a különböző grafikonokat meg
beszámolókat elkészítették, ez most folyamatban van. Tehát végzem a munkámat továbbra is, látni szeretném, hogy mi alapján tették össze azt a dokumentációt, amit bemutattak nekünk karácsony előtt a Nemzetbiztonsági Bizottságban. Utána tölt rá a Fideszre ez a teljesen abszurd viselkedés, miután rájöttek arra, hogy gyakorlatilag én a következő hónapokban tönkre tehetem azt a plakát valóságot, amit ők fel akarnak építeni, és ami valóban egy tömény sorosozásból áll. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben nem az a megfelelő lépés, amit ők gyakoroltak, hanem az a megfelelő lépés, hogyha előállnak az igazsággal, és megmondják, hogy soros terv nem létezik, soros hálózat nem létezik, és elkezdenek végül a nemzetbiztonsággal foglalkozni. Ennyit tudok elmondani a mai napról, a kérdésekre szívesen válaszolok. Parancsolok. Köszönöm, a versenyek, említettem, hogy a TIBEC csinált egy dokumentumot egy információk alapján. A Pítésemben meg azt mondta, hogy nem létezik. Nem, Soros György nem nemzetbiztonsági kockázat, hogy pontosan már nem emlékszem, hogy mondod, de ez volt a lényege, hogy ez az egész soros terv nem nemzetbiztonsági kockázat, viszont a TIBEC meg az ő felügyelete alatt áll. Tehát most a TIBEC az alátámasztotta ezekkel a dokumentumokkal azt, amit a kormány állít? Állás mondom, szerint azok a dokumentumok, azok, én emlékszem rá, amikor TDK-s diákok ugye dolgozatot írtak, akkor végeztünk ki a lelkes gyűjtőmunkát és állítottunk össze különböző dolgozatokat, ez körülbelül ilyen volt. Előtte pénteken emlékeim szerint akkor ment be a kormányfő valamelyik kormánypárti médiához, és akkor lobogtatott ott különböző dokumentumokat, meg mondta azt, hogy itt valami hatalmas botrány van. Ez a Nemzetbiztonsági Bizottság ülés pár nappal rá volt. Én, nekem erős a gyanúm, hogy ez körülbelül akkor születhetett. Meggyőződésem, hogy a szolgálatok is kínos helyzetben vannak egyébként attól a politikai nyomástól, ami a Fidesz részéről érkezik. És itt a bizonyíték, hogy nyomás alatt vannak, hiszen gyakorlatilag ez a mai nap a bizonyíték arra, hogy ők, tehát a Fidesz-KDNP felülbírálja a szolgálatoknak a véleményét. A szolgálatok engem nem tartanak nemzetbiztonsági kockázatnak. A Fidesz annak tart, és ezért lehetetlenítik el a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a működését. Álláspontom szerint az a dokumentum, amit oda kiraktak, amiről nem tudom, hogy azonos-e azzal, amit a kormányfő lobogtatott egy műsorban, az nem tartalmaz minősített információt. Sőt, álláspontom szerint az a bizottsági jegyzőkönyv, ami erről a napirendről szól, 98%-ában szintén nyílt információ. Ezért kértem a titokgazdának azt a magatartását, amit mi úgy nevezünk, hogy a titkosítás alóli felmentés, mert hogy azok nyílt információk. Ezt tagadta meg a TIBEC, azért a TIBEC, mert ő a titokgazda. De megyek tovább, mert szeretném látni, arra hivatkoztak, hogy mögött különböző jelentések vannak, hát akkor szeretném látni ezeket a jelentéseket, amik alapján ezeket az álláspontom szerint nyílt információkat összerakták. És azért szeretném azt leszögezni, hogy az jogsértés, ha valaki felülminősít egy anyagot. Tehát, hogyha valami nem titkos, és úgy akarjuk eltakarni a széles közélmény elől, hogy azt mondjuk rá, hogy titkos, ez egy jogsértő magatartás. Itt tartottam Nemzetbiztonsági Bizottságban, amikor kitölt ez a furcsa viselkedés, amire én most nem mondok jelzőt, de mindenki ítélje meg saját maga. Volna egy kérdés a magyar időktől. Miért ragaszkodik a Jean Mirvais nevű szakértőjéhez? Tehát miért feltétlenül ővel szeretné folytatni a munkát? Nálam, nem értem a kérdését. Ön honnan gondolja, hogy én ragaszkodom? Ez jelen a különböző médiumokban, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság vizsgálata ellenére is ragaszkodik hozzá. Ne haragudjon, az elmúlt hetekben tömény hazugság áradat jelent meg rólam, személyemről, a munkámról, a különböző sajtóorgánumokban. Nem tudom, hogy pontosan melyik orgánumot olvassa, ami a Magyar Időknél dolgozik, feltétlenül a Magyar Időket. Abban az újságban tömény hazugságokat írnak rólam. Mindentől elkezdve nem arra, hogy nem tudom az valóság alapján feltételezni, amit a valóságnak gondol. Nem ragaszkodom egyik szakértőmhöz sem. Az LMP az egy olyan párt, amely a lehető legjobb szakértőket kívánja alkalmazni. Erre teszünk folyamatosan kísérletet, és büszke vagyok rá, hogy olyan szakértők dolgoztak nálunk a frakcióban, akik a munkákat színvonalosan segítik, mindazonáltal egy valamit tudok önnek mondani. Én soha nem adtam át államtitkot, nemzetbiztonságra érzékeny információt senkinek. Ezért is van érvényes átvilágításom. Nagyon fegyelmezett vagyok ebben a tekintetben. Arra kérem önöket, hogy önök is legyenek azok, és nem próbáljanak olyan helyzetbe hozni, amelyben államtitkok sértésre biztattak a kérdéseik során. De nem érzi azt mégiscsak aggályosnak, hogy egy olyan tanácsadóval dolgozik, aki nem ment át az átvilágításon? Nézze, semmilyen titkos információ nem kerül hozzá. Nyilván nem lehet a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülései jelen olyan ember, aki nem ment át az átvilágításon, innentől elkezdve az információk mindig abban a körben maradnak, ahol maradniuk kell. Soha senkivel nem osztok meg zárt információt. Mit csinál most a pártnál ez a tanácsadó?
a munkámat segíti más területen. Bizonyára ismerjön is az önéletrajzát, egy magyar állampolgáról van szó, aki számos fideszes politikus mellett dolgozott, külpolitikai szakterületen, azt gondolom, hogy a tudását, ha Németh Zsolt, Schmidt Mária és Söprény György értékelni tudta, akkor nyilván egy olyan szakemberről van szó, akinek van referenciája számos helyen, talán az LMP-nek is jó lesz. Akkor tehát a jövőben is alkalmazni fogják, ha jól értem. Nem arra ugyanez, egy Nemzetbiztonsági Bizottsági ülés után vagyunk. Az, hogy külügyi ügyekben ki a szakértő, ez nem pontosan értem, hogy tartozik ide, de egyáltalán nem szándékozom megszakítani vele a kapcsolatot, kiváló szakértőnek tartom. Egy magyar állampolgárról van szó egyébként, tehát azok az információk, amelyet ők afgán állampolgárnak mutatják, azok hamisak, és kiválóan dolgozik a munkámat segítve, sőt, munkánkat segítve. És ezt a mágában nincsen vele megszakítani a kapcsolatot, csak azért, mert rasszista támadásokat kapunk különböző médiumoktól. Még a kollégája lehet, hogy nem ugyanott dolgoznak? De ugyanott, csak más műsorban. Ja, jó, akkor fejezzük be ezt is akkor. Lenne még akkor más témában is kérdés? Nem, más témában most Nemzetbiztonsági Bizottságülésről tartok. Utána keressen meg minket állunk. A Fidesz folyamatosan azt mondja, hogy azért is soros katona, mert a menedéknél dolgozott. Mit csinált ott ön valójában? Nézze, ott az önéletrajzomban teljesen nyilvánvaló. Egy programot szerveztem, programkoordinátor voltam, de mi ezzel a probléma? Egy szociálisan érzékeny ember vagyok, az én szociális érzékenységemnek nagyon sok magyar állampolgár a haszonélvezője lenne ebben az országban, hogy olyan helyzetbe kerülnék. Az, hogy ez az ország a Fidesz miatt fasizálódik, és éppen egy rasszista hangokat kezd megütni, az nem jelenti azt, hogy az embernek ebbe az irányba el kellene menni. Azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amihez ragaszkodni kell, az igazság például. Ők itt most masszívan megtesztek mindent annak érdekében, hogy a valóságról ne ilyen senki, se Nemzetbiztonsági Ülésen, se azon kívül. Én nekem viszont a múltamon az égvilágon semmi, de semmi kikolni való nincsen. Azért is tartom minket mélyen fölháborítónak, és ne haragudjanak, de ez az önök részéről folyamatos támadásként elhíres magatartás azért is problémás, mert hogyha gondja van velem a Fidesznek, támadjanak engem. Tessék, itt vagyok, de ne a szakértőimet, ne a sajtó osztályon dolgozó munkatársamat, ne azokat az embereket, akik nem közszereplők egyébként, és egyáltalán nem politikai munkát végeznek. Legutóbb most a valamelyik kormánypárti médiában már tévesen az egyik sajtó osztályon dolgozó munkatársunkat jelenítették meg. Ha Fidesz-KDNP le akar engem szedni, akkor velem foglalkozzon, ide üssön, ne a kollégáimra. Ez a leggyávább viselkedés, amit valaha is láttam. Csak tudják, hogy mi a probléma, hogy az én adataimban, az én életemben kapcsolatban semmit nem találtak, amivel kapcsolatban engem támadni tudnának. És ezért mentek rá a kollégáimra, amit én maximálisan visszautasítok, és nagyon szeretném, hogyha bárki ebben az országban, aki tisztességgel dolgozik, az megkapná azt a védelmet, hogy a munkáját nyugodtan tudja végezni. Én a saját munkatársainak is ezt a védelmet szeretném biztosítani, de én itt vagyok, látják, állok a rendelkezésükre, minden kérdésükre válaszolok. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm, hogy eljöttek, viszontlátásra. Köszönjük szépen. Jó, elbúcsúzza a nézőtől. Viszontlátásra, kedves népek. Viszontlátásra. Lekapcsolom az adást. Milyen kép? Köszönöm szépen, hogy várom, hogy Azt gondolom, hogy mindannyian láthatják,